Jó estét kívánok, köszöntöm a Sport Hét műsorának nézőit. Az elmúlt hétvégén megkezdődött a téli Imola Hírlap nagypályás műfüves bajnokság. A torna érdekessége volt, hogy szombaton még verőfényes napsütésben, vasárnap pedig már havazásban kellett megküzdeni egymással a csapatoknak a futballpályán, de a játékosok és a csapatok is állták a sarat. Elrajtolt a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megye igazgatóság által szervezett Imola Hírlap téli műfüves nagypályás kupa. Az első hétvégét illetően csak Recsken és Gyöngyösen játszottak teljes fordulót, köszönhetően a pályákat üzemeltető szakembereknek, akik a havazás ellenére is igyekeztek előkészíteni a futballpályát. A Gyak Gyöngyös Halász és az Atkár Markaz mérkőzésen a gólok sem maradtak el. A Gyak győztes gólját, amíg csak 16 éves Béla Sámuel szerezte. A gólról, hát éreztem, hogy kell. Kaptam egy jó labdát, aztán megrúgtam. Nehéz volt egyébként ezzel a Halásszal most megbirkózni? Igen, erős csapat volt nagyon, taktikailag is, erőbe is. Hogy érezted magad a felnőttek között, hiszen azért neked most ez volt az első igazi meccsed? Hát az eleje az nagyon húzós volt, ott azért éreztem a különbséget, de a végére már kijött. Belejöttél? Igen. Igazából most a terhelésen van a hangsúly, nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzá a felnőtt játékosok, ugye nagyon segítették az U19-es játékosok munkáját, egy 3-4 játékos már fent is ez, de a mai mérkőzésen is lehetett látni, hogy több játékosra is lehet bátran számítani hozzá, lehet nyúlni bármikor. A Halászi csapat edzője elmondta, a mérkőzésre, mint felkészülés egyik állomására tekintenek és várják a folytatást. Hát elkezdtük mi is a múlt hét folyamán a felkészülést, igazából folyamában vagyunk. Mi nagyon sok mindent labdával nem tudtunk csinálni. Igazából a felkészülésnek ezen fázisában szerintem nem is erről kell, hogy szóljon. Igazából a téli kupa, örülünk ennek a mérkőzésnek, tehát ez egy jó felkészítő mérkőzés volt. Próbálkozunk, tovább megyünk, és majd meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. A Gyak 1-0 arányban múlta felül ezen a napon a Gyöngyös Halász csapatát, a Markaz 9-0-ra győzte le az Atkárt. A csoportban pillanatnyilag a Markaz áll az élen, mögötte a Gyak, Gyöngyös Halász és az Atkár áll. Az utánpótlás röplabda bajnokságban befejeződtek a csoport küzdelmek. Az utolsó körre Gyöngyösön a Vájnagykárolyi tornacsarnokban került sor. A férfi utánpótlás röplabda bajnokság csoportmérkőzéseit tekintve a zárófordulót Gyöngyösön rendezték. A hazai csapat jól kezdte az első mérkőzésén a Kazinc Barcik ellen, magabiztos 3-0 arányú győzelemmel nyitottak Soltész Gábor tanítványai. Kazinc barcikai csapatnak az utánpótlás csapata ellen játszottunk, és szerencsésen, illetve nem is szerencsésen, hanem jobb játékkal 3-0-ra könnyedén le tudtuk őket állistenek győzni. Hát azért 3-0 sokat elárul, mennyire számítottál erre, hiszen azért a Kazinc Barcika nagyon híres utánpótlásról is. Igen, a Barcikának több utánpótlás csapata van, tehát ez a gyengébb utánpótlás csapata, ez hozzátartozik ugyebár a történethez. Igazából ez kötelező volt, tehát ezt a fiúknak 3-0-ra be kellett húzni ezt a meccset. A bajnokság folytatásával kapcsolatosan az edző elmondta, reméli, hogy a csoportból továbbjutó helyen lesz még lehetőség az újabb megmérettetésre. Ez egy országos U19-es serdülő bajnokság tulajdonképpen, ahol ilyen torna rendszerrel, torna jelleggel vannak megszervezve a mérkőzések. Egy nap hány meccs van? Egy nap két meccset játszik minden csapat. Kivel játszotok akkor ma még, és mennyire van esélye győzelemre? A Veszprém ellen fogunk még játszani, ma délután 14:30-tól. És igazából papíron hozzunk el azt a mérkőzést is, értelemszerűen ezzel leszünk, és remélem össze is fog jönni. A fiúknak a Kazinc Barcika legyőzése után a Veszprém elleni mérkőzésen az előző 3-0 arányú győzelmet sikerült lemásolni. A csoportmérkőzéseket illetően befejeződtek a küzdelmek. Ezt követően a rájátszás mérkőzései és a helyosztók következnek. A gyöngyösi röplabdása fiataljai jó pozícióban a második helyen zárták a bajnokság ezen szakaszát. A futsal NB2-es bajnokságban folytatódik a tavaszi szezon bajnoki mérkőzés sorozata. Az Energiászi Gyöngyös parádés és hát izgalomtól nem mentes mérkőzésen végül is győzelemmel hagyta el a játékteret a mérkőzés után. Az NB2-es futsal bajnokságban szereplő Energiászi Gyöngyös fergeteges hajrával 8 perc leforgása alatt 0-4-es állásból tudta maga javára fordítani a bajnoki mérkőzés állását. A Nyírbátor az első 20 perc után 2-0 arányban vezetett, majd újabb két góllal növelte előnyét, de ezt követően robbant az energiabomba, és végül gyöngyösi siker született. Működött a játékunk, azt gondolom, hogy az övéket maximálisan próbáltuk megölni, úgymond az működött, aztán ezt az 5-4 elleni játékunk egyszerűen nem működött, és sajnos voltak szituációk, amiket
az, hogy egy ilyen meccset megnyerünk, kell rúgni. Gondolok a büntetőkre, az emberelőnyre, amiből szinte helyzetig sem nagyon tudtunk eljutni. Ez mind sajnos a vereségekhez vezetett, de természetesen gratulálunk a Gyöngyös csapatának a győzelemhez. Berkes László a gyöngyösiek játékos edzője góljával újra bizonyította, jó az öreg a háznál. Köszönjük a közönségnek, hogy itt maradtak a meccs végéig, mert én már hazamentem volna valószínű, hogy a 4-0 után, illetve ezután a játék után igazából az ellenfél se kényszerített rá minket egy nagyobb iramra, ívelgették a labdák, kiment, széttörték a játékot, igazából szerintem egy, nem tudom, 2,5 órás volt a meccs, mert annyit állt az idő, vagy az óra. Egyébként nekünk is tanulságos volt a mérkőzés. Nem úgy jöttünk ki a pályára, hogy tudtuk, hogy az ellenfél az utolsó előtti helyen van jelen pillanatban. Viszont felhívtam a srácok figyelmét, hogy megtévesztő azért ez a tabella, mert erősítettek a télem, rengeteg jó eredményt értek el az utóbbi időben, úgyhogy valószínű, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. A közönség a közel 2 órás előadáson izgalmas mérkőzést láthatott, és nem mindennapi küzdelem végén megszületett a 6-5 arányú gyöngyösi győzelem. Kiváló eredményeik elismeréséül Gyöngyösváros önkormányzata idén is jutalmazta a sportolókat, sportvezetőket. A most következő percekben megkezdjük azt a fajta sorozatunkat, ahol a kiváló sporteredményt elért versenyzők és sportvezetőt láthatják majd, és ismerhetik meg a kedves nézők a Sporthét műsorának keretén belül. Gyöngyösváros önkormányzata idén is elismerte a 2018 évben a sportterén kiemelkedő eredményeket elért versenyzőket és sportszakembereket. Az utánpótlás terén az úszás vitte a prímet, a csapatsportákban a fiú röplabdások, a szakember elismerésénél ismét az úszósport vitte el a pálmát. A lányoknál új színfót volt Csiszár Vivien, aki a terep triatlon sportákban ért el szép eredményeket. A sportolót a Berzenegy János gimnázium testnevelés órája előtt értük utol. U18-as világbajnokságon voltam Olaszországban, ott értem el 34. helyezést. Andorrában voltam 20-as világbajnokságon, ott 34. lettem. Meg ezen kívül nagyon sok versenyen részt vettem, és eredményesen szerepeltem rajtuk. Például országos, triatlon országos bajnokságon, Kaposváron abszolút nőiben második, korosztály első lettem. Akkor ugyanígy egy duatlon OB volt Piliszent Ivánban, ott első lettem abszolútba is és korosztályba is. Vivien elmondása szerint nem gondolt arra, hogy a városi kitüntetést meg fogja kapni, ennél fogva is meglepetést és nagy örömöt okozott számára a díj. Mennyire örülsz ennek, mennyivel másabb, mint egy mondjuk egy versenyt megnyerni, vagy egy versenyen jó helyezést elérni? Hát sokkal másabb, és nagyon jó érzés, és annyira örülök neki, hogy megkaptam. Tényleg nem gondoltam volna. Ösztönöz ez téged valami folytatást illetően, még több munkára, vagy bármi hasonlóra? Igen, szeretnék ennél még jobb eredményeket elérni, és még magasabb szintre eljutni sportáltal. Az ünnepségen a sportban elért eredményért, munkájáért díjat vehetett át Magda Boldizsár, Mozsár Alex, Veres András és a Berzenegy János gimnázium fiú röplabda csapata. A kedves nézők hamarosan velük is találkozhatnak majd a sportműsorunkban. Az előttünk álló hétvégén fináléit láthatnak a Városi Kispás Labdarúgó Szövetség téli kupájának döntőjére szombaton kerül sor, illetve a döntőt megelőző egyenesági mérkőzéseket is láthatják majd a kedves nézők a Dr. Fejes András sportcsarnokban. A Gyöngyösi Városi Kispás Labdarúgó Szövetség által szervezett téli kupa teremlabdarúgó versenysorozat utolsó állomásához érkezett. A 24 csapatos mezőny alsó és felsőházi küzdelem sorozatában szombaton estére már a tornagyőztes magasba emelheti a legjobbnak járó serleget. Hogy ki lesz az, ma még nem tudni, de jóslások és megérzések már a selejtező mérkőzések során is akadtak szép számmal. A kispályás berkeken belül van egy 3-4 erős csapat, gondolok itt a Vamav Medcomra, a Sikerre Számíthat csapatára. A Roberto Pizza új néven fut most épületüzemeltetésen, ők is egy nagyon erős gárdát képviselnek. A háttérben a HB csapata játszik, őnek van egy fiatal csapata, azok is jól játék előtt képviselnek, hát azt gondolom ők ott lesznek azért a végjátékban is. A tippelős játékban Belkovics Béla elnökségi tagot is bevontuk, vajon ő kit gondol a finálé biztos befutójának? Én szerintem a tavalyi döntősök több mint valószínű, hogy bent lesznek a
8 között, és oda még várható a siker, a Roberto, meg még vannak olyan csapatok, akik most megvannak tűzdelve más csapatok játékosaival is, mivel itt szabadon lehet játszani a téli kupa során. A döntő mérkőzést január 26-án az esti órákban élvezhetik a sportágat kedvelők a Dr. Fejes András sportcsarnokban. Az egyenesági küzdelem sorozat legizgalmasabb találkozójának a tavalyi bajnok HB Vamav Metkon elleni mérkőzése ígérkezik. Ráadásul az is előfordulhat, hogy egy esetleges HB győzelemmel megismétlődik az elmúlt évi finálé a másik ágon küzdő Takács Transz hasonló elődöntőbeli eredményénél. Műsorunkat folytassuk tovább kézilabdával. A Liga Kupa mérkőzés sorozatból a Hedó Bébron Gyöngyös mezőkövest találkozó kerül képernyőre a most következő percekben. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Újra a Magyar Liga Kupa mérkőzés a Dr. Fejes András sportcsarnokban. A Hedó Bébron Gyöngyös ellenfel ezúttal a mezőkövesdi KC csapata, amely az első játékrészt meg is kezdte. Horváth Péter sípjelére segítője Marton Balázs. Tehát tiszta feketében egy kis piros csíkkal a vállukon, karjukon a vendég mezőkövesdi csapat. Mondhatjuk, hogy a Liga Kupa fordulók sorozatának ez a úgynevezett idei harmadik fordulója. A héten keddi napon már volt egy mezőkövesd gyöngyös találkozó. Ott a mezőkövesd hazai környezetben 28-26 arányban győzni tudott. Két nap múlva, azaz ma csütörtök este pedig már jön a visszavágó, és reményeink szerint az eredmény is egészen más lesz majd. 18-as számmal Dávid József nyitja a gyöngyösi gólok számát 1-1 a találkozó 1 perc elteltével. Az, hogy miért volt 28-26 a végeredmény mezőkövesden, azt talán most ne elemezzük. Az viszont azért mindenképpen említésre méltó, hogyha megnézzük a jegyzőkönyvet, amit a kedves nézők nyilván most nem látnak annyira. Egyelőre viszont várjuk meg Varsandám Milánt, hogy befejezi az akciót, góllal fejezi be Varsandám. Szóval a jegyzőkönyvben látható, hogy mindössze 10 játékossal érkezett a mezőkövesd, a Gyöngyös pedig igyekezett kitölteni a teljes létszám lehetőséget. Dávid egy nagyon bátor és lelkes távoli lövését blokkolja a kövesd, és itt van a gyors válasz, az egyenlítés 2-2, és már is fordul a kocka. Egyelőre azt mondhatjuk, hogy igencsak belekezdett mind a két csapat, hiszen 2 perc játék eltelt után már 5 gólt láthatnak a kedves nézők, akik kilátogattak ide a gyöngyösi sportcsarnokba. Ami még fontos, ugye Konkai Csaba edző sokszor emlegette azt, hogy a Liga Kupát szeretné felhasználni arra, hogy a fiatal tehetségeknek adjon lehetőséget a bizonyításra, hogy egy kicsit ezeken a mérkőzéseken edződjenek, pallírozódjanak az úgynevezett klasszikus élvonal szempontjából, hogy majd egyszer csak azért lehetőleg minél rövidebb időn belül beírjenek ebbe a Magyar NB1-es bajnokságba. Sipek lövése került most fölé, ő gyorsan le is jön, és Gerdáim behelyette a védekezésnél. Szinte nincs is időm végigmondani az akciókat, mert olyan gyorsan pörög a játék. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mezőkövesd igyekszik ilyenfajta nem éppen álmosító tempót diktálni. Lehet, hogy ezzel nyert a kövesd otthon. A kérdés csak az, hogy két nap alatt sikerült-e lereagálni a fiúknak és változtatni a taktikán. Gerdán lökött. Sárga lapot is kapott. Egyébként egy gyöngyösi csapatban most is 5 fiatal játékos van, aki úgymond egy-egy mérkőzésen, NB1-es bajnoki mérkőzésről beszélek, már kapott lehetőséget. Bozogány Barna a kapuban újrahozza jó formáját már a mérkőzés elején. Dávidot ellépte sajnos, az lehetett látni, túltoporogta. Nagyon nagy lendülettel vág bele minden egyes támadásba Dávid Józsi. Most már másodszor vétett technikai hibát, ez pedig tiszta belemenés. Horváth szaladt neki, itt pedig már Varsandán.
ha már ő helyzetben van, akkor ezt kihasználja. Általában ezzel nincs probléma nála. Marsandán két gólos. Egyébként az A csoportban a Mezőköves vezeti meglepetésre ezt a csoportot 6 ponttal, azaz 3 mérkőzésből 3 győzelemmel. A Hedo Bébrai Gyöngyös a második 4 ponttal, a harmadik a DVTK Eger szintén 4 ponttal, ami jobb gólkülönbségnek köszönhetően vagyunk a második helyen. Az utolsó Sziget-Szent Miklósi KSK 0 pontos ez idáig. Ez a támadás sem sikeredett jobban most. A cél, hogy legyőzzük a Mezőkövesét ezen az úgynevezett visszavágón, és akkor átvegyük a mini tabellán az első helyet, és ezzel nyilván a továbbjutást is, én azt gondolom, hogy talán bebiztosíthatjuk. Itt egy nagyon nagy zicser, sajnos kimadja Gábori Máté, marad a 4-2-es gyöngyösi vezetés. Ha ide jó labdaszerzés, most ezt végig lehet vinni, és Gábori javíthatja az előző hibáját, meg is teszi. Öt-kettőre módosul az állás, és most időt kér Budai Dávid edző, illetve Dániel, bocsánat, és már is mutatja a mágnes táblán, hogy mi az, amit kellene változtatni a játékba. Én azt gondolom, hogy az első 5 perc, ugyanis 5 perc 26 másodperc telt el, nagy pörgés árán, ugye 7 gólt láthattunk. Először a Kövesdiek vitték az ászlót, aztán 2-2 után sikerült megfordítani, és ugye most viszonylag magabiztos 5-2-es vezetés van. Aztán, hogy Budai Dánielnek mi a célja azzal, hogy időt kért, az nehéz eldönteni, szerintem nem most akarja ő a taktikát elmagyarázni a fiúknak, talán egy picit igyekszik megtörni a gyöngyösi csapat felébredő lendületét. Ugyanis azért látható, hogy a Gyöngyösben is a fiatalok igyekeznek minden gólszerzési lehetőséget kihasználni, és ezáltal egyfajta pozitív színben feltűnni az edző szeme előtt, hiszen nyilván azért a sok dobott gól minősíti a játékosokat mindig, és talán egy kicsit jobban szem előtt tartja az edző előtt a adott fiatal játékost. A rutinosoknak pedig azért nyilván ez a fajta mérkőzés sorozat, a Liga Kupa olyan eredményt és olyan felkészülést eredményezhet pontosabban, ami a fizikai állóképességünkben nyilván jobban segít. Dávid cselezget megint. A szélről most visszajön minden, és megállítják. Vilovszky mondja, hogy ne rohanjanak már, hát várják meg őt is, hogy bevonuljon a hatos vonal elé, mind beállós. Ez meg is történik, és Sepeki pedig már is nyomja a figurát, és akkor gyorsan mindenki realizálhatja a helyét. Azt ugye már talán nem kell megismételnem, de azért mégis megteszem, hogy a Liga Kupa arról szól, hogy kifejezetten csak magyar játékosok szerepeltethetők a csapatban, úgyhogy ebből kifolyólag azért lényeges, hogy lehetőség van más fiatal tehetségek bevonására. A mérkőzés első 7 méteresét Varsandán Milán dobhatja majd, már 2 gól dobott, most 7-esből kellene betalálni, ez nem sikerül. A Kövesdiek kapusa Pásztor lábbal hárít. Meg is kapja a dicséretet a csapattársaktól. Gyorsan a Kövesdiekről. Pejhe, Jancsó, Kovács, Jóga, Horváth, Pásztor, Gulácsi, Zelei, Dávid és Menyhárt a mai játékos állomány. Hopp, itt pedig nincs szabálytalanság. Egy kis lökés színjáték Menyhárt részéről. Zelei jön be Menyhárt helyett a támadásnál. Korábban a Gyöngyös hazai környezetben az Eger csapatát győzte le 25-23-ra, majd a visszavágón is remekelt, és 30-23 arányban szintén győzni tudott.
illetve gyakorlatilag egy veresége van, ugye, amit azt említettem is, a Mezőköves otthonába kapott ki. Buzogány jól nézte le az átlövési kísérletet, és a második kaporodobást is hárítani tudta most lábbal. 1 perc 20 másodpercig ebben a Gyöngyös, és jó lenne kihasználni most már ezt valójában, nem a Mezőkövesnek kellene góldobni ember hátrányból. Na nézzük, hogy Gráf meg tudja mozgatni úgy a csapatot, hogy ezzel eredményes is legyen. Kirébe kap, hogy szórja el a átadást azonnal. Azért talán tőle nem ezt vártuk volna, a rutin és a évek miatt. Pont jó lett volna, hogyha végig tudja vinni. Zelei. Gulácsi. Nagyon messze van az elejének, el kéne lőni, passzívot mutatnak a játékvezetők. Ez a bejátszási kísérlet. Hát valahogy beharcolták a labdát a középre. És Jóga újra gólt tudott dobni ebből a bejátszásból. Ami azt jelenti, hogy megint ember hátrány, megint ember előnyből kapunk gólt. Kár érte. Sőt, ember előnyben két gólt is kaptunk. Uros Filoszki jön le. Ez a folyamatos csere most nem annyira sikerült. Sipeki kiabál Gráffal, hogy jöjjön már. Nem akarom elérni, hogy belealszunk ebbe a meccsbe is. Rivakapics, Gráf, ott nem tud elmenni. Német sem, ez egy hetest ér viszont. Belülvédekezésért Kovácsnak mutatja a játékvezető, hogy ez történt. Ráf Máté is újra dobhat egy hetest, reméljük, hogy újra eredményes lesz. Igen. Végre elszakadtunk ettől a 13-as számtól, ami percekig megbabonázta a Gyöngyös csapatát most. 14-11. 3,5 perc van hátra az első játék részből. Reméljük, hogy újra föltámadnak majd a fiúk. Hopp, az egy kis toporgás volt, de egyelőre tovább enged a játékvezető Horváth kezéből eldobott labdát és a játék menetét is. Marad a Kövesnél a labda, az elejés Horváth. Újra Horváth messziről, Buzogány most benézi ezt a lövést. Újra jön Gráf, és újra indíthat egy figurát. Egyébként a jobb oldalon Gábori helyett Urbán jön be, vagy jött be a jobb szélre. És Varsandál helyét pedig Német vette át. Kapufa, nincs most szerencsénk sem, viszont megint van egy gyors sprint, ez bent volt. Igen, láthatóan lelépett a Kövesdieknél Dávid. Ráf Sipeki most nincs gyors támadás, sőt, majdnem belemenésbe szorulunk bele. Gráf egy kicsit elbizonytalanodik talán, pedig nagyon jó lenne, hogyha ilyenkor azért a fiatalokat biztatnák az idősebb játékosok. Nem pedig belehúznák. Gráf belemenés. Na, nem, lökés mutat. Dávid rálökte Gráfot gyakorlatilag a saját csapattársára, Horváthra, ezért szabad dobás kap a Gyöngyös. Ez így sokkal jobb nyilván, mint hogyha egy gyors ellentámadást kapnánk. Gráf, Krivakapics. Urbán most hiába próbálta kicselezni az ellenfél kapusát, Pejhét, nem sikerült. És
menet közben azt nem mondtam, de természetesen kiegészült a mezőköves teljes létszámra. Az elejé Horváth a labda útja, illetve Kovács. Két beállóssal most a kövesd. Üres a bal szél. Buzogány Barnavéd jól. Nincs gyors átlövés messziről, mert hogy üres volt a kapu, ugye a kövesdiek egy érdekes pluszlétszámos taktikát találtak ki, és időnként egész jól alkalmazzák. Az utolsó percen belül az első játék részben 14-12-es gyöngyösi vezetésnél elég hullámzó játék, azt lehet mondani mindkét oldalon, de egyelőre a sárgák vezetnek két góllal, és mondjuk azt, hogy ez ránk nézve biztató gráf, pedig most nem tud elmenni Mennyhárt mellett. Újra Gráf. És ez valahogy bent van. Gráf átadása eredményes volt, István Péter pedig gólt lő belőle. Az első gólja István Péternek, a Gyöngyösnek a 15. és szerintem ez lesz az első félidőbeli utolsó találatunk, hiszen 5 másodperc van hátra az elejéig. Kovács kicsúszik a labda kezéből. Az elejé el kell dobni, ez nem sikerül. Buzogány még ellövi a labdát. Hát ez ilyenkor nem érvényes, mert nem ment be, ha jól láttam. A Duda megszólalt. Igen, 15-12, tehát a labda begorult, de a Duda szó után. Úgyhogy egyenlőre marad a 3 gólos gyöngyösi vezetés.